Szép napot kívánok a hölgyeknek! Folytatom a videósorozatomat. Mégpedig azért, hogy minél több hölgynek mutassam meg azt a lehetőséget, hogy hogyan tud anyagilag független lenni. Én nem azt mondom, és nem is állítom, hogyha elkezdek egy vállalkozást, akár az interneten, akár a valós életben, hogy abból 2-3 hónap alatt dőlni fog be a pénz. Ez nem így működik az életben. El kell sajátítani az alapokat. Én nagyon sok vállalkozó ismerősöm van, akiknek én már amikor elindítja a vállalkozását, akkor elmondom, hogy figyelj, rendben van, hogy csinálsz ide egy kocsmát, vagy csinálsz egy közértet, mert ez a sláger, csak fogalmam sincs, hogy miért. Mondom, csinálták környezetfölmérést? Megnézted, hogy egy kilométeres körzeten belül hány közért vagy kocsma van? Van egyáltalán, lesz egyáltalán vevőközönséged? Legyint egyet, mi a fenének? Majd olcsóbb leszek, mint a többi, és akkor mindenki hozzám fog jönni. Ez egy téves felfogás. Nem így működik. Jaj, én 5 forinttal olcsóban adom a felest, akkor mindenki ide fog jönni. Nem. És beleülnek ebbe a vállalkozásukba, fejest beleugolnak. Nem. És kölcsönkérve, meg a saját tőkét, 1-2 milliót beleülnek. És fél év múlva mit látok? Árulják az üzletet. Ennek mi értelme? Hát ha egy vállalkozást kezdtek, akkor egy csomó dolgot előtte, mielőtt beleteszem a pénzt, végig kell járnom. Ugye? Kell csinálnom egy környezettanulmányt, beszélgetnem kell, be kell mennem a környező boltokba, megkérdezni, hogy milyen a forgalom, megéri, hát beszélgetés folyamán az elég sok információt össze lehet szedni. És azt látom, hogy ez tényleg egy szűz terület, vagy van benne egy bizonyos szegmens a piacnak, akkor belevágok. Ha nincs, akkor nem. Tehát ez az egyik vállalkozás. Ehhez viszont 1-2 milliónak ott kell lenni a zsebbe. Ha nincs, akkor el se tudod indítani. És nem beszélve arról, hogy még egy feles nem adtál el, de már körülbelül 150-200 ezer forintot elment a különböző engedélyekre, papírmunkáktól kezdve mindenre. És ennyi. A másik lehetőség az interneten való vállalkozás. Sok ember itt is úgy van, hogy azt hiszi, hogy az interneten a vállalkozás az ugyanúgy működik, mint idáig a valós életben. Ez egy nagy tévedés. Már elmondtam az előző videómban is, ha jól emlékszem, hogy a valós életben kétirányú kommunikáció van, az interneten viszont csak egyirányú kommunikáció van. Ugye? Mert senki nem webkamerával olvassa az e-mailt, senki nem egy üzleti ajánlatot nem webkamerával néz meg, hanem elolvassa, jó, ez érdekel, ez nem érdekel. És megy tovább. Itt is, az online-ba is, tehát ha online munkát keresek, hogy otthon tudjak maradni a családommal, otthon több időm legyen a gyerekkel foglalkozni. Tehát ne csak az legyen, hogy reggel bedobom az iskolába, délután hazahozom, utána esetleg beszélgetek vele 5-10 percet, és
tanultál, nem tanultál, megtanultál, mi volt az iskolában, hogy volt, hogy jönnek le a semleges válaszok, ugye? Kész, jön az este, gyerek lefekszik, és ez így megy minden nap. Talán szombat, vasárnap egy kicsivel többet tudok a gyerekkel foglalkozni. Most csak egy gyerekes példát mondtam. Tehát az interneten is meg kell nézni, mi a reális üzlet, tehát a valós üzlet, és mi a kamu üzlet. Sajnos az internet mögé nagyon sok ember elbújik. Elbújik. Nem adja a saját nevét, nem adja az elérhetőségét, e-mail címét, Skype elérhetőségét, stb. Nem, kitalál valami fantázia nevet, és azon keresztül kezdi hirdetni valamilyen üzleti lehetőséget. Ezek az üzleti lehetőségeknek a 99%-a pilótajáték. Én ismerek nem egy olyan céget, aki három évvel ezelőtt még ilyen és ilyen domain névvel futott, utána váltott, utána megint váltott, utána megint váltott, és most megint fönt van az interneten. Kiszedik a pénzt, és utána eltűnnek. Természetesen vannak az interneten olyan cégek, akik nem tűnnek el, és sikeresek. Csak egy pár MLM céget csodolok, ugye ott az MB, ott az Avon, ott a Herbalife, sorolhatnám tovább. Tehát ezek a nagy cégek is már interneten keresztül értékesítik a termékeket. Miért? Mert ez a jövő. Mert az interneten fog tulajdonképpen a kereskedelem, a szolgáltatás, meg fogalmam sincs még, hogy mi működni. Jó, a szolgáltatásból is biztos, hogy egy asztalost nem fog az interneten asztalt csinálni, azt viszont meg tudja tenni, hogy főrakja, hogy ő milyen szép asztalokat, bútorokat, egyebeket csinál, és esetleg ezt árulni fogja az interneten. Tehát így értve a szolgáltatásokat, hogy... Tehát ezeket sorolhatnám. Én például... Azért is akarom, hogy minél több nő önálló legyen, anyagilag független legyen, hogy ne történjen meg az az eset, ami velem ma is megtörtént. El kellett mennem gyógyszertárba egy gyógyszeré. Állok sorba, előttem egy hölgy, öltözete alapján egy olyan 40-es, valamikor jó mehetett neki, mert azért ruházkodásról lehetett látni, hogy elég jó helyzetbe lehetett. És mondja a patikusnak, hogy ne haragudjon, a négy gyógyszerem közül, amelyik a leglényegesebb, annak adja vissza a receptjét, mert nem tudom a teljes összeget kifizetni. Valami 3200, nem tudom, hogy mennyi volt a gyógyszere. Hiányzott neki 65 forint. 65 forint hiányzott neki. Oda szóltam a patikus hölgynek, mert ismerem, hogy mondom, Pirike, nyugodtan adja ki neki a gyógyszert, mondom, a különbözetet oda fogom adni. Jó, tényleg kiadta neki a gyógyszert, hölgy először nem akart elfogadni, végül mégis elfogadta. Mikor a hölgy elment és én kerültem sorba, azt mondja a Pirike, hogy figyelj, naponta 10-15 eset előfordul nálam, pedig én csak azt mondja, 6 órás műszakot csinálok, akik nem tudják kifizetni a gyógyszeréket. És azt mondja, ezek főleg hölgyek. Azt mondja, megdöbbentő. Megdöbbentő. Egyszerűen nem tudják kifizetni, úgy nekem kell válogatni. Élen nyomják, azt mondja, a felelősséget. Na jó, mindegy.
elintéztem az enyémet, kifizettem, kijöttem a patikából, természetesen a hölgy ott várt. Teljes zavarban volt, hogy jaj, nagyon szépen köszöni, mert ő nem is tudja, hogy ezeket szívgyógyszereket, meg nyugtatók, meg mit tudom én, milyen szent szartszed. És ott meséli nekem, hogy ilyen helyzetbe került, jó menő vállalkozásuk volt, becsődöltek a férjére, majd hogy nem ráment, de azt mondja, nem ráment, hanem inkább elment, ott hagyott csapott papot, ott hagyta őt egy gyerekkel, ott hagyta a bankkölcsönne, fogalma sincs, hogy mi lesz, hogy lesz. Mondtam neki, hölgyem, mondom, a bankkölcsönben nem tudok segíteni, pedig higgyel, hogy szívesen segítenék, ha megtehetném. Viszont gyógyszerből betudtam, gyógyuljon meg minél hamarabb, álljon a saját lábára, mert senki az égvilágon nem fog rajta segíteni. Senki nem fogja megoldani a problémáját. Na jó, erről a kis kitérőről ennyit. Tehát ezért van bennem az, hogy minél többet tudjak segíteni. Hogy anyagilag függetlenek legyenek nálam, főleg a hölgyek. Férfiak oldják meg úgy, hogy akarják. Én a hölgyeket imádom, szeretem, tisztelem őket, ezért akarok nekik segíteni. Én tulajdonképpen 6 hónapja csinálok egy teljesen új online munkát. Ez úgy történt, hogy születésnapom előtt én kerestem, megmondom őszintén, elég sok internetes munkát végignéztem. Nem találtam kedvemre valót. Van, ahol termék nem volt, van, ahol oktatás nem volt, van, ahol, sájza az egész. És végre találtam egyet, erre azt mondtam, Misike, döntünk, ebbe az üzletbe belevágunk, megnézzük, hogy 3 vagy 6 hónap alatt milyen eredményt tudok elérni. Az első hónapban, megmondom őszintén, egyelő volt a nullával. Miért? Mert mentem az a kis, hülye, okos fejem után, mert én a valós életben bármit el tudtam adni. Bármit. Annyira kitanultam a szakmát, hogy bármit el tudtam adni. Gondoltam, ugye így működik a interneten is, tehát online. Nem így működik. Nulla volt az eredmény. Második hónapban szintén nulla. Na erre jó nagyot odavágtam a homlokomra. Ácsi, akkor csináljuk azt, amit tanultunk. Jegyeteljük ki, és kezdjük alkalmazni. És tudják, mi történt a 3. hónapban? Jövedelmem lett. Nem sok, mert kerestem 100 dollárt. Na de az is pénz. Sikerélményem is volt. Következő hónapokban ezek az összegek fokozatosan szépen emelkednek. Én karácsonyra el szeretném érni, nem is el szeretné, ezt nem szeretem ezt a szót. El akarom érni a havi 1000 dolláros szintet. És el fogom érni, meg fogom csinálni. Mert tanítható vagyok, hajlandó vagyok tanulni, és alkalmazni azokat, amiket a tanfolyamokon megtanulok. Kijegyzetelem és alkalmazok. Nem ezután megyek, nem. Innen elkezdem törölni kifele a hülyeségeket, és rakom be az új információkat. A technikai részhez visszatérve, ugye sokakban ez is föl fog merülni, jaj, hát én nem értek annyira az internet, azt tudom, hogy hol kell bekapcsolni, meg tudom a Facebookot használni, meg esetleg egy pár e-mailt megírni. Én se tudtam többet, megmondom őszintén. Én se tudtam. Én is a
Saját magam tanultam meg az internetek használatát. Ami jó, és ami szuper, hogy itt kulcsra készen megkaptam mindent. Kulcsra készen. Nyomd meg ezt a gombot, nyomd meg azt a gombot, rakd ide, rakd oda, és kész. És fölakadt a szemem. Jé, ilyen is van. Van. Na, hogy ez hogy működik, meg tulajdonképpen mi ez, arra a holnapi videómban visszatérek. Addig is, ha érdekel, felelősséget vállalsz önmagadért, tanítható vagy, akkor ott a link, rákattintani, és megtudod, hogy ez hogyan indul, és hogyan dolgozunk. További szép napot kívánok mindenkinek!